Ez már csak bótvirág. Helyad elfele. Színes összeállítást láthatnak a diákok az Életfa iskola 7. és 8. osztályosainak előadásában. A különböző tájegységek farsangi népszokásait mutatják be egy videóban társaiknak. A színdarabot több pedagógus közreműködésével állították össze. A tanulóknak ebben az évben külön-külön kell farsangolniuk, de az oktatók szerették volna, ha a vidámság mellett tájékozottak is lennének a fiatalok a magyar hagyományokkal kapcsolatban. Olyan színes ez a farsangi ünnepkör, hogy összeszedtük ugye jellegzetes volt a rönkhúzás, ahol a faluban megmaradt lányokat, akik nem mentek férhez, azokat állították, szinte pellengére mondhatnánk azt. És ugye volt az állakodalmas, ami szintén egy falun végig vonuló felvonulás, amikor vitték a kiszét, az is egy nagyon hangulatos része. A zöldágjárás és a kisze bábnak a kivitele pedig tulajdonképpen a tavaszvarázslás, termékenységvarázsláshoz tartozott. A diákok számára újdonságot is jelentettek az egyes szokások. Többen voltak olyanok, akik élőben még nem látták ezeket a néphagyományokat. Liszkó Ábris és Blaskó Gergő is egy-egy busót alakítottak. Egyikőjük sem volt még a mohácsi busójáráson, de szívesen ellátogatnának oda. Elmondásuk szerint mindannyian lelkesen vettek részt a színdarab megtanulásában. Jó volt, izgalommal vártam, és a szöveg is egyszerűsítve volt, tehát nem volt nehéz dolgunk. Egész jól éreztem magam, jó volt így az egész iskolával, így a többi osztályjal is együtt csinálni. Ezt kicsit hiányoltam, hogy a osztályunkból többen nem voltak, csak ketten, de jó volt. Bár ezt a tanévet is beárnyékolja a vírus, az Életfa iskolában igyekeztek hozzászokni a kialakult helyzethez. Az intézményben most nem rendezhetik meg a közös ünnepségeket, azonban nem szerették volna, ha a tanulók kimaradnak ezekből. Így jött az ötlet, hogy rögzítsék a műsort, melyet minden osztály megtekinthet a későbbiekben. Annak ellenére, hogy nem lehet személyesen találkozni, nem lehet bemutatókat tartani, ugye a szülők nem jöhetnek be az intézménybe, azért szeretnénk a hagyományainkat, a rendezvényeinket megtartani. Ennek a legjobb módját az online felületeken találtuk meg, így rendeztük meg a korábbi karácsonyi koncertünket is, például kisebb videókat, adventi kis csokrokat raktunk fel a Facebookra, és ugye most ez a farsangi mulatság is olyan formában valósul meg. Az Életfa iskola diákjai és tanárai a jövőben is terveznek koncerteket és különböző előadásokat bemutatni online formában. Az igazgató kiemelte, ennek ellenére nagyon várják a járványhelyzet végét, hogy újra visszaálljon a megszokott rend az iskolában.